A felnőtt női lakosság számára a Nő 8-szor címmel mentális előadás sorozatot indít a Kislelki Egészségfejlesztési Iroda. A sorozat során 8 női szerep megismerése, feldolgozása segíti a résztvevő nőket. Semsei Angelikát kérdeztük a programsorozat részleteiről. Lelkünk védelméért mentális egészségközpont létrehozása Kistelek járásban projekt keretében került sor a Nő 8-szor előadás sorozat megtartására. A Kistelek térségi egészségügyi központ non-profit Kft. 2017 májusában nyert egy pályázatot, mely a már működő egészségfejlesztési iroda eddigi programjai mellett mentálhigiénés programokkal, egyéni tanácsadással, lelki egészség megőrzésére irányuló tevékenységekkel várja Kistelek járás lakosságát. Az előadások azokat a nőket szeretnék megszólítani, akiket motivál a nőiességükben való erősödés, önismeret, a női test és lélek gyógyítása, a női tiszta értékelés rejtett birodalmába való belépés. Az archetipusok az ember tudatalattiának titkos ösvényei. Itt találkozhatunk rejtett képességeinkkel, erőkkel, melyeket elfeledtünk, ám szükségük van rájuk, hogy az életben valódi örömöt, biztonságot leljünk, megtapasztaljuk az önmegvalósítás szabadságát. Valódi megnyílással a női minőség megismerése felé lehetőséget kapunk a női kiteljesedést, irányítást, kreativitást, szakrális alkotószabadságot összehangolni a mindennapok kihívásaival. Az előadás részét képezi interaktív előadás, mozgás, meditáció és beszélgetés. A Lelkünk Védelméért Mentális Egészségközpont létrehozása Kistelek járásban projekt keretében kerül sor a Nő 8-szor előadás sorozat megtartására. Semsei Angelikát, a Lemangúria mozgás és táncmeditációs módszer létrehívóját, a Lemangúria tanoda vezetőjét kérdezem a foglalkozás részleteiről. Pontosan miről is szól ez az előadás sorozat, és elsősorban kiket szeretnétek megszólítani? Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és ezzel az előadás sorozattal elsősorban a nőket, a hölgyeket szeretnénk megszólítani, hogy mélyebb önismeretre tegyünk szert önmagunkról, a saját nőiségünk. És ehhez 8 ősi archetipus megismerését hívjuk segítségül. Az archetipusok olyanok, mint az ősképek, jelen vannak az életünkben, formálják a tudatalattinkból az életszemléletünket önmagunkról, és ezáltal a világunk, a hétköznapi szerepeink formálásába és alkotásába is beleszólnak, megnyilvánulnak. Mindezekről tanulni egy nagyon izgalmas dolog, nagyon, nagyon mély és nagyon tartalmas lehetőség a számunkra, és ami elsősorban előttünk célként lebeg, hogy egészségesebb, harmóniával teljesebb, sikeresebb női létet tudjunk önmagunknak megvalósítani, és hát ezzel támogassuk a férfiakat, támogassuk a családunkat, a barátainkat, a gyermekeinket, és hogy ezzel a kiegyensúlyozottsággal tudjunk olyan teret, egészséges teret fenntartani bent a lelkünkben, ugye a lelki egészség által, mint az életünkben, a külső tereinkben. Az első foglalkozás a mai napon fog kezdődni, témája a nő, mint látnok. Az ide látogatók mire számíthatnak? Ez inkább előadás lesz, vagy egy kötetlen beszélgetés? Hát előadás is lesz természetesen, tehát hogy feltárjuk ennek az archetipusnak a tartalmi részeit, mélységeit, és lesznek gyakorlatok, tehát ez egy interaktív előadás, tehát hogy lesznek feladatok, amelyekben megtapasztaljuk ezt a minőséget magunkban, hiszen minden ember önálló egyéniség, és teljesen másképp éljük meg a látnok archetipusával való kapcsolódást. Ezért egyéni feladatok is lesznek benne, és aztán erről beszélgetünk is, hogy miket tapasztaltuk, hogy éreztük magunkat, és egyfajta visszacsatolásként lehetőség van arra, hogy közösségileg meg is osszuk ezeket a tapasztalatokat, persze ez nem kötelező, de akinek érzése van rá, hogy meséljen arról, hogy mit ismert föl, vagy mi az, amire ráismert, mit tanított neki ez a munka, akkor ennek van tere és van lehetőség rá. Továbbiakban hol és mikor találkozhatnak veletek az érdeklődők?
Hát Kisteleken az egészségfejlesztési iroda ad nekünk otthont ezeknek a foglalkozásoknak, és hát az időpontokat pedig az irodának a Facebook oldalán és a honlapján meg lehet találni, és lehet hangolódni, hogy melyik előadása, vagy akár mindegyikre, mert én azt gondolom, hogy akkor eredményes, és akkor sikeres egy önmegismerő folyamat, hogyha az egész folyamatát át tudom élni, mindegyikre be lehet jelentkezni. És nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. A Szivárvány óvodában az egészségét keretein belül táncoltak, kirakóztak és filmet néztek a kicsik. Az óvisok legszebb pillanatait tekintetik meg a következő filmetődben. Thank you.
Akkor keresd meg a zöld lapot.
a zöldhöz kell menned, itt a pirosak vannak. Na, ott van, ott az biztos, de mert nézd már, a sílész nem lett a fejébe. Az úgy. Hú, jól megtaláltad. Cirok Zoltánt, a Csengeli Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét, valamint feleségét, a Csengeli Ifjúsági Mazsoracsoport vezetőjét, Ciroknék Rizsán Zsuzsannát kérdeztük, karrierjük kezdetéről, hogyan is jött az életükbe a zene, a tánc, és miként is kezdődött az ő kettőjük kapcsolata. A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét, valamint a Csengelei Ifjúsági Mazsoracsoport vezetőjét kérdezem arról, hogy hogy jött a zene, valamint a mazsoretta az életükbe. Először is, mikor jött az a fontosabb pont az életükbe, amikor komolyabban kezdtek el ezzel foglalkozni? Hú, hát az egész, ez, hogy komolyan kezdtünk foglalkozni az egésszel, ez hát tulajdonképpen a kapcsolatunk legeslegelejére nyúlik vissza, hiszen én, mint általános iskolai tanítónéni voltam a akkori kisteleki II. Rákóczi Ferenc általános iskolába, ami még akkor énekzenei általános iskolaként is működött, és ugye tulajdonképpen a művészetoktatás, vagy a zeneoktatás, az még oda korlátozódott akkor. És Zoli 88 novemberében Székó József helyére jöttem tanítani, Török György József által kért föl, hogy jöjjek részfúvós hangszereket tanítani. Én akkor még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola utolsó éves hallgatója voltam, és fél állásban a Józsinak az állását átvettem. Ezután a következő tanévtől már egész állásban tanítottam itt, és akkor vettem én észre Zsuzsit. Hát szinte, az is egyébként olyan érdekes volt, mert Jóska bácsi neve fölmerült az előbb, hogy Török György József hívta Zolit kistelekre, vagy hát az ő felhívására jött kistelekre. Én akkor versenytáncoltam, ha ez a 30 évvel és 30 kilóval ezelőtt szoktam mondani, és akkor pont egy bemutató volt szerintem, amire a Zolit lehívták a kollégáim, hogy ó, hát itt van egy fiatal kolléganő, és táncolni is tud, és gyere, nézd meg. És úgy megnézett. Igen. Szépen fő volt öltözve tánc ruhába, úgyhogy úgy megnéztem, hogy azután úgy elgondolkodtam. Igen, és... Meg a kollégák is úgy elgondolkodtattak, hogy csinos a Zsuzsi? Akkor még az volt, és akkor tulajdonképpen ilyen nagyon-nagyon rövid időn belül, mi 1990. augusztus 18-án kötöttünk házasságot, és az egy hosszú hétvége volt,
augusztus 20-a akkor hétfőre esett, és akkor volt az első, emlékszel, presszó előtt egy fuvolzenekari bemutató. Így van, az volt az első fuvolzenekari szereplésünk, ami miután átvettem Józsi bácsitól a zenekart. Így van, és akkor hallott a Rudi bácsi meg egy május 1-i köszöntőn a fuvolzenekart. Sajnos utána nem tudtunk már többet vele találkozni sem, mert ugye azon az őszön meg is halt akkor szegény. Halt meg, igen. És akkor az nagyon izgalmas volt így az esküvő után, tehát hogy a másnaposan, harmadnaposan. Te másnapos, ki volt a másnapos? Nem, akkor az olyan jó hangulatú zenekari találkozó. Igen, igen. Egyébként nagyon aranyosak voltak, mert akkor ugye még nem ilyen nagy gyerekek voltak, és most kistelekről beszélek, ezt hangsúlyozom, hanem ugye általános iskolás 20-25 kis nebuló, és hát az egyik jobban birkozott a hangszerrel, mint a másik, mert nagyon el se bírták, de hát a szülők jöttek, aztán akkor a tapsot kaptunk arra, hát a mostanihoz képes hangzavarra, de azt is fuvolzenének nevezték, akkor a tapsot kaptunk, hogy meg is erősödött bennünk, hogy ezt csinálni kell tovább. A Mazsoret csoport egyébként jóval később találkoztunk, és nem is Zsuzsi kezdte a Mazsoret csoportot, hanem azt is Józsi bácsi, a Török György Józseffel kezdtük el együtt csinálni. Azután ugye kimentünk Csengelére tanítani, ott is egy fuvolzenekart összehoztunk. A kisteleki Mazsoret csoport akkor még működött, átvette Zsuzsi Józsi bácsitól, hát ebből kiindulva is szerveztünk Csengelén is Mazsoret csoportot. Csengelén még a mai napig működik, Kisteleken már nem. Mert de Kisteleken sokkal több lehetőségük volt a gyerekeknek. Tehát az, ami Csengelén csak tulajdonképpen a művészet oktatásra korlátozódott egy jó ideig, meg tulajdonképpen a sportra. Tehát más lehetőségük nem volt a gyerekeknek. Vagy eljött a művészeti iskolába, vagy elment focizni a sport egyesületbe, és akkor így nyilván, hogy a szülők is úgy voltak, hogy menjél, csináljad lányoknak. Nyilván hogy jobb volt az, hogy társas táncolnak, vagy éppen maziznak, tehát volt merítési lehetőségünk jobban. Tehát Kisteleken azért van, sokkal több inger éri a gyerekeket, sokkal több lehetőségük van másfelé menni, és én egyébként, amikor megszűnt Kisteleken a Mazsoret csoport, akkor is mindegyiktől megkérdeztem, hogy de ugye valamilyen sporttevékenységet, vagy valami olyat fogsz végezni, ami mozgással kapcsolatos. Mert azért ezt nem lehet csak úgy egyik pillanatra másikra abba hagyni. Egyébként nagy szívfájdalmam, hogy nincsen, de úgy látom, hogy úgy nagyon igény sincs rá, mert amikor vendégszereplés van, akkor jövünk a csengeleiekkel, tehát igazából hiánypótlásnak itt van a Csengelei Mazsoret csoport, hogyha éppen Kisteleknek szüksége van erre. Igazából lehet, hogy egy picit unalmasabb, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy mindig ugyanazt tudja mutatni a Mazsoret csoport egy fuvolzenekar mellett, hiszen fuvolzenére dolgoztunk. Igen, talán Csengelén azért maradtak meg a lányok, mert ahogy az előző riportban elmondtad, ott nem csak mazsorettet, hanem társastáncot is tanulnak, és a társastánc azért mégis egy kicsit hát igen, mása, itt tulajdonképpen, mert nem csak baljobb, meg így forgatok, úgy forgatok, hanem különböző mozgások is vannak, ami lehet, hogy egy fiatal lánynak többet jelent. Hát igen, itt az életünk történetéhez azért hozzátartozik, ott jó nagyot ugrottunk, igen, hogy megszületett igen. A gyerekünk 93-ban, aki ja, most igen. Ilyen felnőtt férfi életét éli már Budapesten, és tulajdonképpen ugye a gyes ideje alatt én úgy el voltam, tehát ez a szellemi leépülés a gyes, ezt tudja minden kismama, aki már volt otthon, tehát így mindig nyüzsgött bennem valami, vagy mozdult bennem valami, hogy valamit kellene csinálni. És akkor a gyerekünk 2 éves volt, amikor én csak elvégeztem a társastánc oktatói tanfolyamot, tehát minden hétvégén én Pesten lógattam a lábamat 2 évig, és ennek folyománya volt tulajdonképpen az, hogy egyszer Csengelén kérdezték meg, hogy nyitó tánchoz valaki tudna-e
táncoktatót. És akkor Zoli már óraadóként Csengelén éneket tanított, tehát azért mondom, hogy ilyen nagyon szövevényes volt a mi életünk, és akkor, de milyen jó ide így visszagondolni, ezt nem is gondoltam, most így visszapörgetjük az eseményeket, és akkor a Zoli mondta, hogy hát tulajdonképpen az én feleségem az ott van, és minden szíve vágya, hogy taníthasson, és így keveredtünk ki Csengelére mind a ketten. És akkor annyira megtetszett a gyerekeknek az egyszeri alkalom a táncolásra, hogy utána az általános iskola vezetése kérte, hogy ezt rendszeresen nem lehetne. És akkor jön a gyeses kismama, hogy hogyne, dehogy nem, hát úgy vártam már azt az egy hét, vagy a hétből azt az egy napot, a hétvégét, a pénteket, hogy mehetek táncot, és gyereke, kiszabadulok otthonról, és teljesen jó lesz minden. És akkor tulajdonképpen így indult a társas táncoktatás, meg a zeneoktatás is. Akkor indultak a magánművészeti iskolák, és a Hamidó iskola fölvállalt bennünket, hogy társas tánc és zenetanulás mellett még azt hiszem kézműves és színjáték tanszak is volt. Az is úgy indult, hogy te elkezdtél csak furuljál, mert hogy korán kiért a busz Csengelére már itt a hétkor, és akkor az ott lévő kis tanyasi gyerekeket, akik szintén ott voltak már hétkor, akkor Zoli kezükbe adott egy-egy furuját, ezgassatok már, és akkor így elkezdődött valami, de hát igazából már egy kész zenei tanszak, meg egy kész társastánc tanszak volt akkor, amikor a Hamidó fölkért minket arra, hogy csatlakozzunk hozzájuk, és akkor tulajdonképpen egy telephelyként kezdtük meg a működést. Igen, 3-4 évig velük együtt működtünk telephelyként, és azután a település vezetése, polgármester úr azt javasolta, hogy hát mi lenne, hogyha egy külön művészeti iskolát alapítanánk mi, és a nem fiókiskolaként, hanem saját vezetésű iskolaként folytatnánk tovább. Hát innentől ez 2000-ben volt, amikor ilyen vállalkozói iskola volt. Igen, azt alapítottuk, és 2004-ben átkényszerítettek bennünket. Hát a normatíva meg a támogatás változások miatt alapítványi iskola lettünk, és akkor a Phoenix 2004 művészetoktatási alapítvány az, aki most tulajdonképpen a fönntartó, ez azóta is alapítványi keretekben működünk. Igen. És akkor van társas tánc tanszakunk, zenei tanszakunk, meg színjáték tanszakunk. A színjátszóink is nagyon kis ügyesek. Ott is a helyi magyar tanár elvégezte a drámapedagógiát. Tehát mindenki tulajdonképpen egy célért dolgozott. Mindenki mindent megtett, hogy a végzettségeket megszerezzük, hogy a művészetoktatásban is ez jó legyen. És akkor, igen, és hát akkor és tulajdonképpen ezt azóta. Most már odáig kiszélesedett, hogy most már vagyunk négyen zenetanárok, mert a Gömöri Balázs és a Kalmár Gergő is ott tanít részvós hangszereket, illetve szolfést a Horváth Ági tanít. Hát és ilyen félig meddig fedett formába ütő tanszakunk is van Tömösi Tamás vezetésével, de ők nem hivatalos tagjai a művészeti iskolának. Hát és akkor ezen kívül ugye még vannak a színjátszók, két színjátszó csoport és 4 társas tánc csoport. A mai napig így működünk Csengelén. A 3K, azaz a Kistelki Kistérségi Küzdősport Egyesület elnökét, valamint edzőjét, Sípos Dániát kérdeztük az egyesület személyekben való bővítéséről, valamint a Tragó Brazil Jiu-Jitsu-ban szerzett eredményeikről. A Kistelek Kistérségi Küzdősport Egyesület elnökét, Sípos Dánielt kérdezem az egyesület eredményeiről. Visszatekintve a 2018-as évre, milyen sikerek, eredmények voltak nálad, valamint az egyesületednél? 2018 az egyik legsikeresebb évünk volt, született felnőtt Európa bajnoki érem, született U15-es korosztályban ifjúsági Európa bajnoksági érem, és magyar bajnokunk pedig 2 lett sport-jiu-jitsu sportágban, és 1 lett grappling sportágban, illetve részt tudtunk venni különböző kevésbé nívós, vagy pedig több súlyjal, több súlyt tartalmazó hazai és nemzetközi versenyeken. Az egyesületed itt Kisteleken hány fővel megy, és milyen részekre tagolódik? Igen. Az egyesület tulajdonképpen 20 plusz-minusz 4-5 fővel működik. Van egy kis fluktuáció, mint minden egyesületben, van egy erősebb mag,
és van, akik néha többször, néha kevésbé tudnak edzésre járni, itt az intenzitást értem. Azok, akik kevésbé tudnak edzésre járni, ők nem annyira versenyeznek, ők inkább csak mozogni szeretnek, illetve talán saját magukat tartják fizikailag rendben, vagy pedig építgetik felfelé, mégis lassabban, de akár egészségre törekedve. Az a mag, aki minden edzést lejár, ők azok, akik fizikailag, illetve technikailag tudnak olyan ütemben fejlődni, hogy lehet építeni rájuk versenyt tekintve. Ez a 20 fős, körülbelül 20 fős versenyzői réteg olyan divíziókban versenyzik, olyan formákban versenyzik, amik avatatlan szemnek kissé furán hangozhatnak. Egyrészt van rajtuk a klasszikus judo ruhára hasonló ruha, amiben versenyeznek. Ez egy ág, és van egy olyan ága, ami nagyon hasonlít a birkózóknak a ruházatához. Az a fajta ruházat, ami hasonlít a judósokéhoz, nyilvánvalóan feltételezi a ruhafogását, tehát teljesen más fogásnemeket kell alkalmazni. Az, amikor nincs rajtuk ez a fajta ruházat, csak hasonló, mint a birkózóké, ott pedig szintén másféle fogásokat lehet alkalmazni, hiszen ott már nem tudunk ruhát fogni, ezért nagyon sokszínűvé válik a sport, és mind a két irányba lehet tudni gondolkodni, mozogni, és mind a két irányba lehet különböző bajnokságokon indulni és kvalifikálódni nemzetközi versenyekre. Ezt csúnya idegen szóval illetjük, én nem is említeném meg. A lényeg, hogy két ág van, egy, amikor a klasszikus japán ruházatban edzünk, a másik, amikor egy ilyen tapadós ruházatban, ami hasonlít a birkózókéhoz, és összefoglalóan annyit tudok mondani, hogy nagyon színesíti a sportot és a technikai repertoárt. Mindenképpen feltételez mindkét ág megfelelő intelligenciát, úgy gondolom, hogy ez a fajta küzdősport nem működhet anélkül, hogy az embernek a logikai készsége az átlag szintet legalább el nem éri. És azok, akik versenyeznek, a küzdelem alatt folyamatosan elő kell, hogy hívják akkor is, amikor fogy az oxigén ezeket a fajta technikai elemeket. Úgyhogy ezért mindenképpen feltételezi a versenysport a rendszeres edzésre járást. 5 éve ő jött létre az az egyesületed, és bővülni fog tagokkal. Van még erre lehetőség, hogy jelentkezzenek, vagy már beteltek ezek a posztok? Kifejezetten most van lehetőség arra, hogy csatlakozzanak, mert a sport jellegénél fogva kicsit olyan, mint a Lego. Tehát, hogyha valamit fel szeretnék építeni, akkor nyilván az alapokkal kell kezdeni, és az alapokat később tudom színesíteni, illetve az alapokra építve tudok egy sokkal nagyobb építményt elérni. Pont ebből kifolyólag nem hirdettünk felvételt az elmúlt néhány évben, mert azokat a versenyzőket építettük, akikkel már néhány évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni, ám ők jelenleg eljutottak olyan szintekre, amin belül már önállóbban tudnak dolgozni instrukciók alapján, anélkül, hogy folyamatosabb figyelemmel kellene követni őket, és lényegében az én figyelmem sem törhetett meg, folyamatosan ott kellett lennem és figyelnem, hogy mit csinálnak és hogy csinálják. Jelenleg azonban ez a versenyzői mag olyan szintre jutott el, hogy elég nekik instrukciót adni, és már önállóan dolgozna. Ebből kifolyólag nekem felszabadult kapacitásom, tehát be tudunk emelni újabb versenyzőket, vagy újabb küzdeni vágyókat, újabb tanulni, újabb embereket, akik tanulni szeretnének ebbe a rendszerbe. És amíg dolgozik az én állandó és jól kiképzett versenyzői magom, addig ugyanannak a teremnek a másik részén a kezdőkkel el tudok kezdeni foglalkozni. És megint csak visszautalnék arra, hogy ez egymásra épülő elemekből áll, hiszen ez a felvétel, ez viszonylag rövid ideig fog tartani, egy 2-3 hónapos időintervallumon belül gondoltam az új tagokat felvenni, mert utána szintén már azok, akik ugye ezt elkezdik, néhány hónap alatt olyan alapokat szereznek, amiket a folyamatában belépő emberek már nem tudnának követni. Tehát ha már az újak 3-4 hónap múlva tanulnak különböző fogásokat, dobásokat, és akkor jön be valaki, akkor őt még külön meg kellene tanítani, akár csak esni is, vagy alapdolgokat ne csinálni, és akkor már rossz lenne a figyelem tovább. Tehát ez nem jó, és pont ezért csak egy szoros időintervallum áll rendelkezésre, azért, hogy jelentkezzenek az új emberek, és ezt az időintervallumot jelöltük meg most
különböző fórumokon, írott és elektronikus sajtóban, és itt is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon sok szeretettel várjuk a 9 évestől idősebb korosztályt, hölgyeket, fiúkat, felnőtteket, idősebbeket. Nálunk is megtalálhatók 70-től 130 kilóig, szinte teljes paletta. Lányok közül is vannak 14 éves, 17 éves, 30 évesek, tehát tényleg nagyon színes a dolog, és tényleg mindenkinek szól ez az egész, és úgy gondolom, hogy szerethető sportágról van szó, ami mindenképpen hozzájárul az embernek az ember fizikai erejének a növekedéséhez, és mindenképpen hozzájárul a logikai készségének az eredményesebb tételéhez. Helyileg jelenleg hol található meg az egyesület? Helyileg Kisteleken a Corner Gym nevű konditeremnek a helységében vagyunk, az egyik helységében. Minden hétfőn, szerdán és pénteken este 6 órától edzünk, illetve vasárnap reggel 9 órától edzünk. Úgyhogy akit érdekel a dolog, az ezekben az időpontokban, ezen a helyen mindig megtalál minket.